love to lie. I wanted this love to survive. Hello, mindenkinek. Pondropra. Hello, Marcel, te is, neked is. Na várjál, halkítok zenét, és akkor mindjárt hallani fognak téged is. Na Marcit felhúzzuk. Na most beszélj. Sziasztok! Én Marci vagyok, és üdvözlök mindenkit. Bocsánat, elnézést, üdvözlök mindenkit ebben a mai live-ban. Igen, tényleg, hello mindenkinek. Ez csak így kapásra jött ez a live. Mert alapból ez így nem volt 100%-ban tervezett, de igen, itt vagyunk. Üdvözlöm minden négy embert, aki itt van velünk. Marcival megkezdjük ezt a hardcore sorozatot, amit már lassacskán el is kezdünk, mert indítom a Minecraftot. Közben itt kapom az üzeneteket Facebookon, azt most nem érdekelnek. Na és akkor indítom is a Minecraftot. Marci, azért majd néha nézegesd a chatet te is. Jó. Ne csak a segédem. Na és akkor most így. Egyből így a live elején leszögezném, hogy engem szponzorált a KDSC ezzel a fejhallgatóval és ezzel a kamerával, amit most nem láttok, de lesz róla majd az MMP-n egy videó. Ez egy 1080p-s kamera, mindjárt mutatom a dobozát. A4TEC 1080 Full HD webcam. Ezt kaptam, ugye most erről láttok engem. Próbálom a... Nem tudom most így megmutatni, de igen, ezzel a kamerával láttok engem. És nagyon köszönöm szépen még egyszer neki, mert hogyha ez nem történik meg, akkor nem tudom nagyjából frissíteni a setupomat ezzel a fejhallgatóval és ugye a kamerával. Marce, te hallod Mizu? Ezt igazából semmi. Így nézegettem a chatet, itt vannak itt, és tényleg akik itt vannak, azok írják le, hogy milyen napjuk volt, milyen volt a sudi, vagy ha mondjuk nagyobb vagy, akkor milyen volt dolgozni, vagy hogyan töltötted el ezt a mai nap? Igen, valami ilyesmi. Dolgozzunk az chatben, ne csak én. Nem, ja, meg írtok kérdéseket, írjátok kérdéseket, akkor azokat is. Szóval, ja. Na Marce? Majd. Most fölmegyek, megnyitom a LAN szervert. Hogy is hívják azt az oldalt? Annyira régen voltam már fönt. Aterbusz. Pontosan. Lehet hallani a zenét? Live-ba. Mindjárt. Elnézek. Pillanat. Na várjál, csak elnézést hívnak, egy pillanatot kérek szépen. Tényleg másodperceken belül lesz játék előttünk, csak ugye be kell jelentkeznem a Maternus fiókomba is. És nyitom kell egy új mapot. Mm-hmm.
Na, itten is vagyok. Megjöttem. Ja. Csak közben nekem gyorsan ragadtom kell pár embernek, de közben tudok figyelni. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Az előbb hallott? Hallottál, nem, vagy nem? Nem. Jó. Oké. Almási Zétény, hello Zétény, szia Viki, most nézem, hogy itt vagy te is, köszönj, hogy nézed. Sziasztok! Mindjárt tényleg neki kezdünk a játéknak, pár másodperc. Aha. Megvan a link még a izéba? Játékba? Pillanat. Szerint. Szerverem. Ah, megvan, megvan. Akkor lépj be. Várjál egy pillanat. Nyugodtan lépj be, csak rá kell nyomnom a kontrollra. Na van, van kreatív, most kreatívba vagyok. Nem mondok el semmit, jó? Így beléptem, de kikapcsolom a vizét. Mi ez? Kreatívot? Nem, de... Én most nem. Háromban, nem háromban, melyik a... Nulla, nem? Halló? Én hátkorba vagyok, gyere, szóval. Gyere át a kreatívba, és most átfonulunk. Nem, maradj ott, és akkor emelkedj helyre, és akkor ott kezdjük el a gémet, tudod. Jó. És csak ott szemmel elrepülök valamerre. Ti is láthatjátok, hogy csak ott szemmel vagyok. Jó, azért kinyitom, mert nem akarok neki repülni semminek. Jó, kezdjük itt a sivatagban. Most direkt ide, lerakom magunkat. No, ez lesz a best hely, ez lesz a best hely. Kíváncsi vagyok. Hova fogsz engem elteleportálni? Na, tök jól fut a játék. Már mind nálam. Nincs semmi gond. Nem lagol. Egy most. Várj, oda repülök. Ne repülj ide, csak véletlenül lenyomtam a játékot kis nézetbe. Másodperc. Ne repülj ide. Jaj, jaj, jó. Meséltek, ja, hogy milyen volt a napotok, vagy bármit, amit gondoltok. Már jó. De szépen megmondtam. Köszönöm. Oh. Teleportáltál. Na mindegy, akkor gyere velem. Jó. Nagyjából vágom, hogy merre kell menni. És sivatagba akkor... Sivatagba fogjuk elkezdeni. Ja, most nem is oda megyünk ahhoz a faluhoz, azt majd egyszer megkeressük, itt fogjuk elkezdeni. Ebben a mindig. Jó, nagyon gyorsan átváltok. Hátkorba. És hátkorba is vagyok. Jézusom, úristen. A nulla? Úgy... A nulla az? Aha. Igazából azt írja ki, hogy túlélő mód, de úgyis hátkorba vagy, szóval... Abba fogok bedobni. Túlélő mód az nem a hátkor. Dögölj meg, várjál, megoldom. Ajaj, félek. Köszönöm. Aha, világszemlélése újra. Akkor lépj újra a játékba. Oké, na most ezzel ez egyetlen egy gond volt, hogy ugye ide teleportálunk a... Ha meghalunk ugye, akkor ide teleportálunk a falu mellé. De tudom, hova kell mennem, szóval visszaröpülök hozzád. Itt vagyok. Na és akkor most már tényleg kezdjük el, mert már ja. Most... Ó, nem már! Ez így nem jó. Gamen mode 3-ba vagyok. Akkor lépj át game mode 0-ába. Ja jó. Látsz engem? Mert nálam sötét vagyok. Én nem látlak, mivel szellem módba vagy. Most már látlak. Nem figyú. Lát. Én még mindig nem látom magam. Na minden. Én nem látom magam amúgy? Ez így gond. Nem látod magad? Nem. Hát az úgy szar ügy. Kikapcsolom a stúdió módot. Ide jövök, nézem közben chatet. És akkor most kezdjünk is. Egy pillanatra leléptem, hogy úgy látni fogom el magam. Na most már látom, jó. Oké. Okay. Na hello mindenkinek, akkor most már így a játékon belül is köszönünk. Itt vagyok Marcellal, és elkezdjük a hardcore sorozatunk.
fákat. Igen. Én is üdvözlök mindenkit. Na, először is keresünk fákat. Várjál, Hát ezeket ja. üssük ki, mert kell bot. Mert itt a sivatagban nem nagyon tudod, fogunk. ezeket a kis gajakat üssük ki, mert kell bot. Opp, majdnem Ja, megjelent. van itt cukornád, szóval az csak jó. Azt szedd ki. Jó, eddig keresek még ilyen kis botnak valót. Csak nekem nem adott botot, ahogyan kiütöttem? Mert nem vagy akkor abban módban. Game módban vagy? Hát egy game mód nullába vagyok. Túlélő módban? Aha. Akkor nem tudom, mi van. Várj, gyorsan csinálok egy olyat, hogy... Újra lépsz, vagy mi? Nem. Nem, Van, legalább nem. a szerve, hogyha kibelépkedsz amúgy. Na most talán most jó. Túlélő módra váltottál. Várj, akkor adok neked ingame módot. És te mindenleg az jónak kell lennie. Bocsánat, hogy itt Kaptál game bénáskodok módot? csak. Aha, kaptam. Hát most is kiütöttem, és több dajot adott, de a cukornádat kiütöttem, és ezt adta, szóval... Ja. Figyelj, haladjunk arra befele, mert úgyis kell majd fa nekünk. Ja. Nyúlokkal most ne babráljál, mert De vérnyomás várj, te lesz. hogy üt? Mert nézd, én kiütöm. Most megadott. Na jó van, ne Ott szívassa van. engem játék. Hát jó, De vagy nem? lehet, hogy a szerver a gond. Hát ja. Na mindegy. Na, most már adja. És És akkor már most jó. lépjünk át a füves pusztára. Csak Ez így. se... Várjál! Lehet valamelyik nem is ad. Az lehet, de én nekem eddig mindegyik adott. Hát nekem eddig... Ott a Valami cukornád, mire. arra elmegyünk, pont. Az se adott. Ez se. Ez adott. Oké. Meg nem. Na mindegy. Nem baj. Hova tűntél? Mert nem látlak. Jövök át a Ja, füvesre. ott vagy, ott vagy. Gyere. Jövök. Na most már lesz legalább elegendő botunk. Ja, én soha, amúgy általában, amikor Minecraftot szerintem soha nem gondoltam arra, hogy ebből tényleg lesz hasznom, hogy ezt kiütöm. Ott Hát vannak ja. bárányok, azzal kezdjük ott a parton. Jól látom. Igen, bárányok. Gyere erre, jó, látod, hogy merre vagyok. Próbáld megölni őket. Én Jó. megyek a hátsóhoz. Hup, én meg belementem szépen a kaktuszba. Elnézést a kattintásért, csak kéne vennem egy új egeret, tudom. Jó, Ami nem annyira lehet hallani nekem van neked. egy apjum neked. Hát nekem is van egy apjú, meg egy nyers Addig birka szedjed 20. a füvet is, mert abban lesznek. Ó, itt is vannak birkák. Jó, várjál, szedjed a füvet, mert abban meg ugye magok vannak. És erre megint hívnak. Anyukám, hív. Jó, akkor addig nézd le magad. Egy pillanatot kérek. Addig ölöm a bárányokat, várj, hol vannak ott? És közben játszik, miközben telefonál. Ilyet? Dögölj meg! Dögölj meg! Úgy. Akkor Marcinak is szedünk. Nem baj. Igen, akkor öljük már meg az összeset, ami itt van. És hát ez így random jött, hogy a Marcival akarok nyitni egy ilyen Minecraft hardcore sorozatot, mert ugye mondtam is az MMP-n, aki nézi a MMP-t és az én csatornámat is, azt tudja, hogy kérdezve a videóban megmondtam, hogy én szeretnék Minecraft videókkal is foglalkozni, és elkezdtem neki a gameplayeknek így is úgy is, akkor már legyen köztük már Minecraft is. És akkor itt vagyunk a Minecraftban. Lesz ebből, nem lesz olyan sok, mármint hogyha úgy van, akkor lehet, hogy sok lesz, de nem akarok olyan nagyon sok Minecraftot csinálni, mert inkább akkor a többi gameplayre is próbálok, többi játékra is próbálok terelni egy kis figyelmet. Ott egy falu, szerintem onnan jöttünk amúgy, Marce. Oda menjünk majd vissza, ha megöltük az összes bárányt. Na szóval ott tartottam, hogy próbálok oda koncentrálni minden gémre, amivel eddig játszottam. Befejezek minden egyes végigjátszást majd szépen lassacskán. Csak ugye most nagyon sokba keresztem bele, amiből nem biztos, hogy mindent láthatatok már a YouTube-on. Na gyere Marce, menjünk oda. Jössz? Tényleg, most már tényleg elnézést kérek, hogy már megint elmentem, csak most Pakoljuk ki a falut. sajnos fontos dolgok Ha kell, vannak. akkor meg lebontjuk az egészet, hogy vagy beköltözünk ide egy darabig, amíg nem... Te darabig lakhatunk itt a gondolod. Amíg nem szedjük össze kellő dolgokat. Ja. Ennek hol van a bejárata? Ez lenne az? Könyörgök. Mi, hol? Ja, biztos. Remélem van ebbe búza, mert én imádom a búzát. Te búza. Kedvenc ételem. Na jó van.
pont, hogy mostanában úgy generálja le a Minecraft ezeket a házakat, hogy elég furcsán. Amúgy igen. A bejárat az Nuku, hogy olyan elérhető helyen lenne. Van burgonya! Jó, ez... itt van egy ház, ami egyelőre jó, tetszik nekem, ezt megjelölöm egy föld toronyra. Szegény falusi itt termeli a búzát, én meg elviszem előle. Nézek is rakja le. Szegény. Na jó, mindegy, elnézést, de hát... Megjelölöm, ez lesz a mi házunk, oké? Okay? Oké. Okay. Ide fogunk építeni. Ebbe a házba, ebbe van a könyvespolc? Igen. Jó, akkor most van pár könyvespolcunk is. Hát ja, az már jó. Azokat szed ki. Azt a halált, amit ugye a Martin megölt engem egyszer, azt ne vegyük bele, jó? Szóval az azért kellett, hogy megnézzük a játékot, hogy jó lesz. Igen. Esteledik, ha jól látom? Aha, esteledik, szóval, ja. Szóval be kéne menni. Jó, szedek lépcsőt. Jó. Meg már én is elég kajás. Van fád, azt szedjünk ki az egyik házból a deszkát. Oké, okay, mindjárt, csak szépítem ezt a bárányt. Nem szedek én, te addig csináld a dolgot. Jó. Miért van a ház tetején földblokk? Az a mi házunk. Ja, hogy úgy élted meg. Ja. Igen, hát hogy már sok ház van itt, akkor na, keverjem össze. Na, hozok deszkát, meg még egy ajtót, mert akkor a te szobádnak külön ajtója lesz, meg az enyémnek is. Jó van, addig visszadom a könyvespolcokat. Kaját van? Nálam van? Hát van. Most egy csomó van. Hús. Most van itt elegendő. Tényleg, Elegendő? Elegendő. Azért. Én itt kézzel, véresre ütöm a követ amúgy. Meg a fát. De a követ az nem lehet kézzel kiütni, nem? Amit ki lehet, csak nem kapod meg a követ, nem? Ja de, hát jogos. Jó, hogy szólsz, mert én itt izé baszkodom. Na, én ültetek el krumplit, mert nekem az nagyon fontos a krumpli. Mennyi gyapjúd van? 6. Jó, nekem 8. Van benne rá ágyunk legalább. Hova ültessem a krumplit? Ide ültetem a krumplit. Még ne ültess, majd reggel elülteted, először aludjunk majd, hogy elmentjük a pozíciónkat. És másolj egy spawn pointot, hogyha tudsz. Mondjuk nem hinném, hogy tudsz, de nézd meg, hogy mi a koordináta. Oké, várjál. Koordináta, azt melyiket tudom megnézni? Olyan régen Minecraft-oztam már. F3. Hát nálam nem az F3. F2? Nem, az a fénykép F3, pedig F3. Nálam az a gép, ez itt a világítást csinálja. Nálam szerintem ez nincs beállítva. Hol itt az ajtó? Ja, itt az ajtó. Lent van. Egy jó védett ajtó van, azért is választottam azt. Na most bemegyünk. Van fám is. Ja, tényleg nem szedtem fát. Na, azt Van szedek. nálam, elég Ja. az. Oké, van crafting table, akkor dobd el nekem a gyapjúdat. Ami van. Tessék. Egy ágy, ott van a tiéd. Második ágy. Várjál, ne ragd le még. Hups. Visszakart. Jó, már mindegy, hagyjad ott. Ne szedd fel. Akkor így lesz elválasztva a két szoba. Akkor, bazd meg, rossz helyre raktam az ágyat. Jó, nem baj, akkor egy szobában leszünk. Jó, aludjunk és reggel folytatjuk. Jó. Ilyet írt ki a játék, aludjál szépen. Ilyet, az ablakod mögött ki fogom szedni a földet, mert nem látsz ki. Jó, de jó nekem. Így se látok ki. Na várj, csak. Szedd oda, ne, csak figyelj, mindjárt mutatom, hogy szedd el a földet, ne olyan durván. Hanem igen, csak itt szimplán. Így. Itt meg jól le kell ásni, hogy lehessen látni. Ott egy denevér, de jó. Denevér. Így. Lesz denevérünk, ja? Semmi. Ja, hogy ezt a házat, ezt szedted szét, ja? Meg nézem, oda mi történt ez a házat. És akkor csinálok egy chestet is a maradék fából. Az eszközöket meg botból fogjuk megcsinálni. Először is mit akartam? Deszkát azt. De mondjuk jó, hogy ezt szétépítjük ezt a házat, mert legalább itt kilátunk egyenesen, és nem rondít bele ez a ház. Tényleg, majd nézem, hogy mit adnak a falusiak, kíváncsi vagyok, mit lehet tőlük.
Ez 21 szénért ad egy smaragdot, ez 4 smaragdért ad egy vasisakot. Hát, 15 pókfonálért ad egy smaragdot, 22 szénből egy smaragdot. Hát ez a smaragdból igazából nem lehet semmit csinálni, nem? Ne alkudozni a falusiakkal. Hát de itt most Beszélj. vasszet, most maragdért hagyjuk. Szerintem ez nem éri meg, de jó. Így is szedünk smar... Mi az? Nem smaragdot, hanem... Mindjárt kinyögöm. Hát nyög ki akkor. Vasat. Diamant, vas, Vasatat. ilyenek. Va vast, vast, vast. Hát érceket. Ilyet... Ja, ilyet szólok, vasat. Vasatat. Mi van, te Ilyet. cigány? Viszed a vasat? Jó van, na. Szígyen Vasból az. is kő. Van még gyafjú? Ja, van még gyafjú. 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 Jó, én ma már nem tudok beszélni, szóval ezt légy szíves, nézzétek el tőlem, köszönöm. Én elnézem. Te mit keresel itt benne a házadban? Nem takarodsz ki? Mit csinálsz itt bent? Nem, ez Valaki meg... szóljon, hogyha üvöltök, mert akkor lejjebb veszem a hangomat, amúgy. E jó, nálam itt nem üvöltesz. Jó, tudom, nem tőlem kérdezted, na. Itt van paca, hello paca, két nézünk van, de jó. Paca. Üvöltök? Ja, Nem, hogy nem úgy üvöltök. paca, ja. A Patrika, a Patrika, dik az a gyerek, nem rémlik. Én se tudok beszélni, Nem. baszod. Én se tudok beszélni. Lehet, hogy ezt egy kicsit előrébb kellett volna hoznom, de mindegy, akkor most... Jövök, még azt hinnétek, hogy cigányok vagyunk, nem vagyunk cigányok. Paszta. Beszélj a saját nevedbe. Nyugi, azt hagyjad még egy picit. De jól néz ki. Át kell Jó van. építenem, át kell építenem. Mi van, jöttek ki, zék? Vendégek. Nézők át hozzánk. Sziasztok! Ó, ez csak 16 szénért ad. Egy van, hagyd nem kezdünk semmit, szóval... Ja. Ezt jól kinyögted. Igen, tudom. És hogy csinálok magamnak egy fabaltát. És Oké, lesz már kész. lekapcsoltam magamnak a szettet. Jó. Szettet? Hát meg Honnan úgy, szerveztél azt a... Ja. eszközszettet. Ja. Fából? Hát... Hát figyelj, utána szerzünk követ, meg ilyeneket fával, nem Hát, kézzel jó, kihűlik csak... a követ, akkor nem lesz belőle semmi. Hát a fa... Hát elég... Na mindegy. Amúgy nem tudom, hogy mennyire érzitek ezt igazságosnak, de mi ketten fogunk hardkorozni, így is, úgy is. Ja. Van értelme, mert így megkönnyebbítjük és megnézzük, hogy mennyi ideig tudjuk túlélni. Ha egyikünk meghal, akkor úgy folytatódik az egész, hogy ő is ott lesz velünk és szellemmódba követi az eseményeket. Igen, szóval megpróbálok nem az első éjszakán meghalni, nem ígérem azt, hogy ez sikerül. Az már vége van az első éjszakának amúgy. Ja, tényleg. Most nem mondom. Mit akarsz tőlem, falusi? 33 papírért és marag? Normális vagy? Ezt beépítjük, és neki szedjük. Tudod mikor. Nem éri meg. De hogy ide jött mellém a falusi? És így, vegyél már tőlem valamit. Éhes vagyok, kéne. Van, Én is. találták-e mencét a faluba? Nem. Csak barkácsasztalt. Az jó, az jó jöhet a Várj, barkácsasztal. nincs itt Kovács, mert ott szokott lenni. Hát nem tudom, az jó lenne megnézni. Hát mondjuk én nem láttam, ahogyan körbe mentem, de... Ez nem is így volt. De Na, nincs. szedek fát. De nincs, ja. Szóval, azt így veszik. Meg mindjárt kész vagyok a házzal. Mindjárt leszedem. Én ültettem el krumplit. Adsz nekem legalább 8 deszkát? Tessék. Ilyenre gondoltál? Aha. Ez 19, nem mindegy. Te is tudsz aztán számolni. Fél, már jönnek megnézni Ja, hát a... én csak kidobtam az összes Már jönnek van. megnézni a lakásavató partira. Hogy mikor lesz nyitás. Ja. Szegények. Most beszélgetnek, hogy figyeld már ezt a házat. Azt a milyen jó. Eskü mindenki csak így azért, mert egymást. mindig én építem a házakat, még nem menj be. Hát jó van. Mert én vagyok a kertész. Én meg építész vagyok, szóval tök mindegy. Én szeretek kertészkedni, nekem az egyik legjobb dolgom a Minecraftban, hogy kertészkedek. Én egyszer építésznek akartam menni egyik szeróra, de nem találtam meg a szerómat, mert ugye én nem játszok olyan sokat Minecrafttal. És se. akkor úgy lett ez úgy lett ez így megadva magamnak, hogy én saját szerókat készítek így spanoknak, spanokkal, és odaépítkezek általában. De
de ott viszont kiadok magamból mindent, ami bennem rejlik. Ütetek répát, meg legalább a burgonyát. közelünkbe? Aha, itt van a házunk mellett, csak hátul. Mert szerintem a két legfontosabb dolog, szerintem az a burgonya és a répa. De ezt csak én mondom. Szóval ez lehet nem igaz. De én igaznak tartom. Kerítésed mennyi van? Ez sincs. Ott szedted szét a házat, nincs kerítésed? Hát nem volt benne kerítés. Hát volt benne, ja, de kevés volt. Na mindegy, akkor szerek én. Vagy azért ne szedjük szét mindenkinek a házát. Nem akarom szétszedni mindenkinek a házát, keresek ahol van. És onnan elviszem. Jó, ez olyan ház, mint a miénk. Fákjákat szedhetnél össze. Én szerintem tudom, ja nem, annak nincsen kerítés. Se. Mit szedjek? Fákját. Hát jó, mindjárt. Kőkorszaki izé előtt. Itt is van izé. Könyves polc. Akkor szedjed össze. És ezt nem vettem észre. Én azokat majd nekem adod, és ugye elrendezem majd. Jó. De ez a ház ilyen lesz, alaksoros lesz. Szeretném. Ja, de itt akarjuk már. Várjál, most hát itt kezdjük, hát vagy itt fogunk lakni? Itt kezdjük. Most nem akarok messzebbre költözni. Hát jó, én se. Ez most fájt volna, ha nagyobb a testem volna. Jó, itt is van fáj. Hát, szedjem ki a házból a fákját. Legyek. Hát valamelyikből szed ki, de úgy szedjél ki, hogy minimálisan egy maradjon mindenhol. Jó, akkor itt maradt egy. A létrát meg majd elhozzuk valamelyik házacskából. Ez itt magas ház, amúgy ide nem néztem még be ebben a magas házba. Én már benéztem, és ott voltak a könyves polcok. Nekem tetszik ez a magas ház. Nekem is, nyugodjám. Hát itt jöttem fel. Földdel. Nézd, gyere ide hozzám. Ja, látom már, látom már. Itt. Felépítettem magam, már máshogy nem tudtam volna bemenni. Amúgy, ha már most tetszik a live, akkor nyugodtan nyomjatok rá egy lájkot. És figyeljétek, amikor lesz, mert ugye innentől kezdve már jelentve lesz, hogyha ilyen live-ot csinálunk, vagy ilyenek. Igen. Csak most ez kicsit ilyen random jött. Nézd, itt van egy ház, amin van létre. Leszedjem? A tornyos épületnek, aminek a tetején van ugye a létre a fölvezető, és az elhozhatod. Jó. Ezt jól megmérem. Hát igen. Minden igaz. Szeretünk mi nagyon jól magyarázni. Igen. Jó lenne már egy kemence, mert én mindjárt ilyen halok. Nem tudom te hogy vagy vele, de... Én is nyugjon. Megkérdezzétek mit csinálnak, ezt majd én eldöntöm. Amúgy nem néztem eddig rá a chatre. Na mindjárt ránézek. Nem volt. Én amit láttam, azt láttam. Ja. Különösebb dolog nem jelen és nem volt. Van eddig 6 fákjám. Az jó. Nekem meg kéne 3 kerítés. Hozok. Ja, ez kerítés. Itt van, 16 darab. Remélem elég lesz. És azt mondtad, hogy nincs nálad kerítés. Hát, most szedtem le a házról. Házról? Aha. Fél, ide be a szobába is kéne 2 így az ajtóra, nézd. Ide egy. Pedig ez jól néz ki, gyereki. Mindjárt, mert itt véletlenül leraktam egy torcsot. Tudom, hogy ennyi nem kell ide, de jól néz ki. Vagyis hát nekem attól igazából... Attól nagyon sokat raktál le, mi? Hát csak 6 darabot kb. És oda? Hát nincs több. Ezért kéne elmenni követ szedni. Itt volt, itt van a kő nálam. Ja, akkor mi a tök? Mi az elválasztó? Aha. Gyere ki. Ó, köszönöm szépen. És akkor én most elmegyek követ szedni. Mennyire követ szedni? Hogy legyen kőből kő. Mi van? Hát kőből. Hát ezt jól elmondtam. Itt találtam egy kisebb, nagyobb bányát. Ez ne csodálkozz. Találtam itt egy kisebb nagyobb bányát, és már találtam szenet is. Na, ez tök jó, legalább tudunk égetni. Bányászunk, légy szíves. Később szól, nem. Megint este van. Akkor ne bányásszam tovább. Azért mondom, hogy ne bányász, mert este van.
Hát de most nem lesz semmi gond. Én addig kiszedem egy háznak az alapzatát. Itt világos van, nem lát. Nem. De ha kijössz, akkor ott dög lesz meg, ahol vagy. Ide csábítod a szörnyeket a házhoz. Az mondjuk igaz. Na mindegy, akkor maradok a bányába. Semmi volt ki. De hogy jössz aludni? Megyek aludni. Jó, még nincs itt szörny. Csak mindjárt át. Gond van. Mi van? Mindjárt ilyen halok. Nyugi, most hozom a kemencét. Ja, jó. Nem hozom, igazából szedtem követ. Menj be a házba, annyi a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. És addig van vagyok az ágyamba is alszok. Addig fölöslegesen alszol amúgy. Nem, elkezdem égetni a húst. Miben? Kemencében. Várjál már, hogy kraftoljam már le amúgy. Hát jó, azt várom, bakker. Egy kemencére jött ki, ne a húst kell. Ja, de a húst, oké. Okay. Dobjad nekem a húst, mert akkor berakom a kemencébe. Tessék, meg itt van egy kis szém. Ennyivel tudtam szolgálni. Jó, hát utána meg elizé égetem a faszettemet. Na. Így. Hát így tök puccos, főleg, hogy a második napnak van vége. Ja, és már itt el is érkeztünk a harmadik naphoz. Ja. Milyen gyorsan. Fihet, bár csak így. A chest itt van, a nyersanyagokat rak bele meg a dolgokat, oké? Oké. Okay. Berakom ezt. Már kőszedted? Ezt. Marci. Igen? Egészségedre, ott a reggeli mögötted. Ó, oh, köszönöm szépen. Majd még sül közben többi. Bocsi, de ezt muszáj. Megvárom, hogy együk meg okay. A reggelit. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Még kéne egy, neked is. Ja. Na, már négyen lájkolták a live-ot. Tök jó. Az jó, kidobtam, mindjárt kidobok neked még egyet. Jó van. Oké, már regenerálódok is életügyileg. Írtak pár kérdést, hogy megírták, hogy na csá. Ez a Henny. Hello. Olyan Martin, végre értesítést. Mivel veszed a videót? OBS, Open Broadcast Catcher, vagy software? Vagy ja. Open Broadcast. Na mindjárt megmondom. Na mindjárt. Mindjárt meg lesz neked nyitva. Broadcaster Software. Pontosan. Végre kinyak. Mi a meghaltál? Nem, de van a bányában egy csontváz, és mire meglőtte a... Vágtál, bat, meg az egy vágtál. Meglőtte a hátam, nézd meg! Vagy, leveszem rólad. Levetted? Au! Igen, levettem rólad. Na jó van már. Ötika. Fél HP-t csebeztem én is neked? Aha. Okay. Szóval vittek vagyunk. Na, én megölöm ezt a csontvázat. A legbard! Kurva. Akarom mondani semmi. Vétó. Elnézést kérek. Most olyan játszunk. Nem tudom amúgy miért mondják a vétót mindig a... Nessájnak, de én most vétózok, amikor káromkodás van. Én meg bocsánatot kérek, hogyha káromkodok. Nem akarok, csak úgy hirtelen jön. És utána jövök rá, hogy ezt nem de kéne. De parasz falusi, menj már innen. Kiütlek a rákba. Seca! Ó, lesz itt elég szenünk. Hát... Menj már a rákba. Na. Na. Már meg is döglött. És amúgy azt is írjátok le kommentbe, mármint most live-ba, vagy aki ugye videóban nézi, az akkor kommentbe, hogy legyen-e még rész, és kíváncsiak vagytok arra, hogy mi hogyan visszük ki a Minecraftot, ha túléljük. Persze. Túl fogjuk élni. Hát ha a Martin azt mondja, hogy túl fogjuk élni, akkor túl fogjuk élni. Pontosan. Úristen, már 30 szénnél tartok. Az jó, az hozzad, az kelleni fog. Hozom. Szerintem ebből lesz kb. Egy 40 szén. Most úgy összeszereznék 64 szenet, de annyit biztosan nem fogok. Max 55, de még annyit se. Hát ez eddig 47.
Kéne még kettő. Akkor szerez még kettőt. Ó, itt még van. Aj! Hú! Így még sose ijedtem meg a Minecraft-tól, de jövök. Majd figyelj, az 1.12-es mobok azok beszaradnak majd tényleg. De várj, jövök le a barlangba, erre mi repül felém, egy denevér is megijedtem. Ne fosós vagy. Ja. Oh! Szén! Jó, vagy mi az, nem szén? Vas. Jó, kenyér! Igen. Volt. Ó, hát akkor vasunk is lesz, jó van. Ez a bánya, ez azt hittem, hogy egy tök pici, semmi sincs ebbe a bányába. Hallod, ez nagyon nagy ez a bánya. Na, ide biztos, hogy le kell jönni. Látom a nevedet, ott várjál. Martin, szerintem ide elkérne a segítség, mert annyi minden van itt széntől. Jó, közel van hozzánk amúgy. Aha. Ja, szerintem vágom, hol van, mert látom a nevedet. Itt van a kisház mellett. Az egyik kisház mellett. Baszta. Na jó van, srácok. Első, hallod, mármint... a falu igen, alatt első átmentél rész. Egyből? Ja. Első rész is, és már annyi minden itt lesz. Van? Van. Hát most van nálam 19, és itt még van egy csomó. Szóval szerintem most... kisház mellett lesz. Igen, meg... é, ott egy zombi lent, de az nem jön felém, mert nem tud följönni. Csak a fákja kéne ide, mert itt már sötét van. Itt más sötét van, ahol én vagyok. Jó, én visszaismerek, mert szerintem ez egy másik bánya, ahol én vagyok. Lányom, nem, itt vagy, itt vagy, itt vagy, gyere vissza, gyere vissza! Nem, megyek, folytatom a dolgomat. Ja, jó van, akkor én bányászok, úgyis szeretek bányászni. Csak ne halljunk. Szomorodva is mi? Ha-ha-ha-ha-ha, vicces, vicces. Tudom, azért mondtam. Legalább, oh, várj, ettől kapok XP-t, na, ez tök jó, már hatós vagyok. Uh-huh. Kemény vagy, öcsi. Hát kemény, ja. Kemény, mint a Tesco-s kifli, tudod, szokták mondani. Aha, meg azt is, hogy állsz, mint halaszatyorba. Én nem, bámulsz, mint halaszatyorba. Döntsd el. Eldöntöttem. Melyik? Már. Ja, és amúgy iratok olyat mondjuk... Iratok, azt akartad mondani, hogy iratkozzatok fel, mi? Igen, iratkozzatok fel Marcira. Nem. De, vagy, hát... na... iratkozzatok fel Marcira, kettő, ha akartok, iratkozzatok fel rám, három, írjatok kommentbe, vagy ide most le... hát mondjuk, igazából nem, igazából következő részhez, ebben a videóban kommentbe, ezt jól meg tudom magyarázni, hogy nem szóval kell beleszólni, köszönöm, hogy miket csináljunk ebbe a sorozatba, mármint, hogy milyen ötletet, adjatok ötletet, hogy mit csináljunk. De úgy írjátok, hogy ez hardcore, szóval nem fogok olyat csinálni, hogy legyen nálam dia, dobjam be a lábába, és ugorjak én is bele. Szóval ilyenek nem. Nem, azért normális hardcore dolgok. Igen. Mert egy-egy diát is elveszítünk, ami azért nagy érték, kettő, én is meghalok, szóval... jó, tudom, az senkit se érdekel, de na. Szia, Creeper! Mizu van? Itt van alattam. Találkoztál Creeperre? Ja. De itt van alattam, szóval nem tud bántani. Hehe. És el is tört a csákányom, szóval hozok haza 64 és 17 szenet, és 31 vasat, és mindjárt jövök vissza. Többit is kibánni. Ne használj sok izé eszköz, mivel én nekem most használódik el a fa eszköz elején. Ja? Csak még egy kőcsákány csinálok. De van kő izéba? Meg bot? Hát igazából követ, azt nagyon nem szedtem. Egy kő van, akkor egy izét már le is tudok. Mennyi követ van? Tessék. 7. Okay. És beteszem a chestbe az, amiket most szedtem. Csinálj nekem légy szíves egy csákányt. Mindjárt. Vagy azt már igazából csináltunk vasból is, mert van egy csomó. Fél, de vasat égesd ki. Jó ötlet. Aha, és pont csákányra nem jutott, pedig azt nem... jó, még az nagyon nem is kell, de mondjuk el kellett volna, lehetséges. Jó, szedek még követ. Ja, jó.
de kézzel nem tudok, akkor baltával. Hadd törjön bele a baltám. Össze kapod meg a követ. Azt tudod. Rohadjon meg az összes, aki kitalálta azt, hogy baltával nem kezdek követ. Már bocsi, de ki az, aki baltával üt követ? Én. Jó van. Hogy csinálj egy kőcsákányt. Mi az? Fa. A csákányt. Azon vagyok. Amúgy úgy volt, hogy elindulok követ szedni, erre inkább szedtem szenet, meg vasat. De még mindig értékesebbek, mint egy izé, kő, na. De elviszed a játék lényegét. Há jó, hát na, hát komolyan mondom. Eszek egy picit, mert éhes vok. Van a ládába a kaja. Tudom, észre elvettem. Ez valakire nagyon hasonlít ez a beszéd. Tim Benz. Ja, Tim Benz. Én nem. Én nem szoktam enni. Ne kérdezz, hogy jött. Én se tudom. Azért vagy ilyen vékony. Mondjuk én na. Szólalok. Igen, te szólasz meg, szóval... Ne, jó. Van. Kidobtam egy csákányt. Á, köszönöm szépen, mentem tovább szedni... szenet vasat, szia. Szia. És megyek követ szedni szenet. Mi van? Ja, hát követ is kell szednem. Jaj, hát... Marci, hát nem csak az értékeket szed, hanem az érték... Ne sokáig maradj. Tudom, mert este van. De ne. Igen. De két csontváz van felém, ájjaj. Elnézést, hogy kiabáltam csak. Töröljetek pár meg csontvázakat. Nem engedtek dolgozni? Egyszer akarsz dolgozni, de akkor is nem hagynak téged mi. Hát igen, hát ez komolyan mondom, ez felháborít. Menj innen. Ajaj. Most jövök rá, hogy van hátim. Szia! Hulk vagy Martin. Open Broad Coasters. Nem Broad, hanem... Már mondtam. Talán. Videó. Ja, vétó. Jó, kapom a vétókat. Hulk vagyok? Azt mondjátok? Akkor rakok egy kis erősítőt a hangomra. Erősítés. Na most jobb? Most jobb? Vagy akkor a Marcit halkítom lejjebb. Beszélj, Marci. Marci. Ja, igen. Azért mondom. Jó, most nagyjából egy hangon vagyunk. Érted? Érted, amit én? Ja, vicc. Aha. Mi a... Azért mondom. Megjön a hátad. Még mindig a hátadban van a nyíl amúgy. az már most volt. Ja, az most? Most kaptam két csontváztól. Engem nem szeretnek a csontvázok, ezt észrevettem. Én se őket mondjuk, szóval. Meg fogok halni, kírja hülye gyerek chatbe. Na jó van. Engem te ne hülye gyerek ezzé. Mert hívom anyát, jó? Figyú! Csináltam 20 fakját. Érted? Ja. Értem. Na, ez most olyan lányos volt, hogy beszarsz neki. Tudom, de még mindig itt van a csontváz. Hogy dugulni, mam? Metal! Ne! Ó, két szív! Gyere föl! Ó, elég szép hátad van. Észre, tudom. Nem szép, ezek a csontvázak, ezek a hátamat támadják folyton. Mert béna vagy. Az én hátammal, nem olyan szép. Úgy tűnik, hogy mégis. Az a céltáblájuk. Lehet, hogy a hátadon van egy céltábla amúgy. Ja, nem tudok róla. Ez itt pont jó lesz majd nekem, amire... Megígérem, hogy az első részben nem fogok meghalni. Ezt most elmondom. Amit nem tudok ígérni, már most is majdnem meghaltam. Ne, ígérd meg neki!
én ezt nem értem. Miért éhezek ilyen gyorsan? Mivel fizikai munkát csinálsz. Az, hogy meg sem mozdulok, az fizikai munka, de tényleg? Persze, ide jövök, és már nincs itt a csontvázna, jó van már. Olyan... Elsétáltak. Én meg nem vagyok éhes. Azt hittem, hogy... Azt hittem, éhes vagyok. Oké. Okay. Érted? Végre megúsztam a két csontvázat, erre mi van felett, mi van előttem? Két darab creeper, na jó, én ezt már nem. Kitessékelek egy falusit a házamba. Tak. Léci, nyergök, ne kövessél, jó? Takarodsz, takarodsz! Mész a rákba innen, te! Csorró koporsó! Nem tudsz följönni? Mi van, kicsi cigány? Figyelj, Marci, gyere ide a házhoz. Gyere be a házba. Mindjárt. Ó! Megadok egy creepert! Gyere be a házba. Mindjárt. Szökölj már meg! Na végre. Mindjárt megyek. Csak megyek bányászni. Gyere be a házba, Léci, most! Megyek! Megyek, vigyél, ott vagyok. Vigyél, ott vagyok, vigyél. Itt vagy amúgy? A házba, igen. Ja? Azt nem mindig. Igen? Állj ide mellém. Igen? Na köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk az első részben. Mert sajna ennyi időbe fért bele, amit mi csinálunk. Igen, sajna. Szóval mehetünk is át ide. Itt meg látjátok már, hogy mit is írogattak amúgy a cseten. A játékot közben. Gyere, kapcsolatbontás, Marcel. Kiléptél? Aha, kiléptem. Jó, addig én leállítom a szervert. Ha tetszett ez a live, akkor... Ne, még ne, még ne. Kell a outro muzikom. Ó, elnézést. És a hangját most fel fogom húzni. A reklám! Jó, de ezt lenémítjuk. Csúnya reklám. De hogy alig nézegettem, úgyhogy... Na! Akkor várj még egy pár másodpercet, aztán már is mondhatod a dumádat. Oké. Okay. Pár kattintás, és mondhatjuk a dolgokat. Nagyon, nagyon koncentrálok valamire, annyit láthatnak az emberek, Max. Ha, Marci, ne. Jó van. Láthat... Jó, most nem is láttak engem. Rájöttem, tényleg? Rájöttem, hogy nem stúdió módban vagyok. Na mindegy. Akkor most... Indítom. Na. Mehet? Mondhatod közben. Na, ha tetszett nektek ez a live, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a Martin csatornájára. Meg a Marciéra, meg az MMP-re. A következő hardcore részben találkozunk, hogyha írjátok meg kommentben majd a videó alá, ennek a videó alá, hogy jó, kell még, akkor csinálunk. Na de mindegy, én Martin voltam, itt volt vele Marci. Én meg Marci voltam, sziasztok. Sziasztok. Hello. Ooh.